Jó estét kívánok, kezdjük is a pénteki egyenes beszédet Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével. Jó estét kívánok! Kezdjük sokan, megmutatjuk ezt a Facebook posztot, amivel hát tarolt ma a sajtóban, de hát gondolom azért nem lepte meg, mert rutinos média szereplő. Szóval a pacalfőzés rejtelmeibe már láthatják is a nézők. Avatta be az országot, és a kommentár az az volt, hogy készül a pacal füstölt nyelvvel. Ez az a magyar étel, aminek már csak a gondolatára is bilagított vetetne be mindenkivel a sznob és cinikus lipsi sajtó. Zárójel a nyugati fény. Igen. Mert hogy a nyugati fény valóban úgy kommentálta azt az értesülést, hogy önnek a pacal a kedvenc étele, hogy már a gondolatától is beveszed a világítót, de hát ennél talán fontosabb ügyek is vannak idehaza, nem? Hogyne, természetesen én is úgy éreztem, hiszen tegnap a sajtótájékoztató végén a Hír TV kérdezte meg a véleményemet, hogy én mit szólok ahhoz, hogy van egy vita megint a iskolai menza körül, és hogy én melyik ételt szeretem jobban, az egészségeset, vagy a finomakat. És hát akkor a kettő abból, azért nem zárja ki egymást. És akkor abból jött a pacal, és én a pacalt azt egészséges ételnek is neveztem, nem csak finomnak. Szerintem azok, akik fizikai munkát végeznek, azok nem tudnak más tenni, mint nagyon tartalmas. Mint ön például, aki fizikai munkát végez? Hát igen, én nem teljesen végzek, de végeztem nagyon sokszor egyébként, meg a kertben szoktam dolgozni, tehát az a helyzet, hogy szerintem jó a pacal. Most ebből annyi lett, annyi esett le a nyugati fénynek, ez az utolsó két mondat az egész sajtótájékoztatóból, de azt még elfelejtették, nem felejtették el odaírni, hogy a rezsibunkó az, aki mindezt képviseli. Tehát azt gondolom, hogy én nagyon finom voltam a nyugati fénnyel kapcsolatban. Navracsis Tiborral mikor pacalozott utoljára együtt? Nem vele, nem ettem pacalt, de voltam vele olyan rendezvényen, azt hiszem a Karcagi Birkafőző Fesztivál valamelyik nyári eseményén, ez itt ott Lászlónak környékén van mindig, ahol ő is megkóstolta. Na csak azért kérdezem, mert sokakat... Egyébként én ott rendszeresen főzök, szoktam 10 üst birkát főzni a barátaimmal, meg egy üst pacalt. Ma már annyi fontos információt megtudjunk, hogy ilyen apróságokra is azért meg szeretnék rákérdezni, hogy hogy van az, hogy Navracsis Tibor szerint ez az egész soros terv, meg nemzeti konzultáció a választási kampány retorikának a része, az Európai Bizottságban nincsen ilyen, nem beszélünk ilyenről, és a bizottság munkatervében sem szerepel ilyen feladat, mondta a Hír TV-nek. Mikor? Ma. Ma mondta a Hír TV-nek. Egy mai videó került. Lehet, hogy nem abban a világban él, amiben mi, hanem egy másikban, Brüsszelből lehet, hogy máshogy látszik a magyarországi világ, Brüsszelből lehet, hogy máshogy látszik az illegális bevándorlás kérdése. Magyarországon itt az emberek megtapasztalták 2015-ben, hogy mit jelent, hogyha nem foglalkozunk az illegális bevándorlással, mit jelent az, hogyha 400 000 ember egy év alatt átrohan az országon. És akkor mit üzenne Navracsis Tibornak? Hogy jöjjön el és nézze meg, hogy mit? Mi zajlik itt az országban. Menjen a határa és nézze meg azt öt gondolom, embert, aki odaér a kerítéshez kb. Naponta. Igen, ha ezt ő mondta. Ő mondta, láttam a felvételt. Ha ezt ő mondta, ha így van, akkor én szívesen elhívom az egyik tranzitzónába, nézzük meg, hogy mi történik itt. Egyébként ezt a bizonyos soros tervet ön hol látta, vagy hol fogta a kezébe legutóbb? Hát ez ugye nem egy dokumentum, hanem sok dokumentum, több dokumentum, Sorosnak az írásai. Ezek egyébként a kormány.hu-n megtalálhatók, hiszen az a 7 kérdés, amit föltettünk az embereknek, ott nem csak a tényállást és az adandó választ tettük lehetővé, hanem azt is, hogy bővebben tájékozódjanak az emberek. És pontosan melyik soros eszére alapították a nemzeti konzultáció kérdéseit? Nem soros, tehát ez nem a soros eszéről van szó, hanem de Soros Györgynek, aki, Soros, dehogy nem, hát Soros Györgynek a kijelentéseiről van szó, Soros György világossá tette. A kijelentés az írásban igen, mint műfaj. Nem teljesen, van több, van dráma, van, lehet tragédiát érni, hogyha esetleg erős. Most az újságírói műfajokról beszélgetünk. A dráma az nem ezek közé tartozik. Van például riport, de most szerintem ne ezt vitassuk meg. Soros György egyértelművé tette, hogy milyen álláspontja van az illegális bevándorlással kapcsolatban, felsorolta, hogy mit kellene tenni az Európai Uniónak, ebben benne van az évi 1 millió illegális bevándorló. 300 000? Évi 1 millió, 300 000? Évi 1 millió illegális bevándorlónak a beengedése. Attól, minél többször elmondják az 1 milliót, évi, az még nem lesz 1 millió, mert a legutóbbi cikkben 2016 júliusában már 300 000 számról beszélt. Az pontosan évi 1 milliót jelent, tehát amit ő szeretne, hát világossá tette, hogy mi a pálya. Tehát ha évi 1 millió van, mondta Soros György, akkor Európának az élete megoldódik, mert ők
bevándorlás pártja, akik azt gondolják, hogy az európai népességfogyást, az európai munkaerőhiányt, az, hogy fenntartható legyen az európai gazdaság, azt illegális bevándorlókkal kell megoldani. Ehhez 1 millióra van szükség. 300 000 írt a legfrissebb írásában. Azok a pénzügyi mahinációk, amit egyébként Soros is képvisel, azok fenntarthatók legyenek, ahhoz évi 1 millióra van szükség. Ráadásul közpénzt is bele kell forgatni ebbe a rendszerbe. Úgy kell beleforgatni a közpénzt, aminek a vége egyébként adóemelés, aminek a vége azoknak a felzárkóztatási, fejlesztési alapoknak a megcsapolása, amit arra hozott az Európai Unió létre, hogy kiegyenlítse, hogy ne többsebességes legyen az Európai Unió, ne szakadjon ketté. Menjünk végig ezen a 2016-os és még vannak benne büntetési pénzek, vannak benne büntetőpénzek, és többek közt az is benne van, hogyha a kötelező kvótát nem fogadja el valamelyik ország, akkor fejenként 78 millió forintnak megfelelő összeget kell becsengetni Brüsszelbe. Tehát 2016 júliusában a Foreign Policy című labban 300 ezer emberről beszélt Soros György. Egy millió emberről beszélt Soros György. Minimum 1 millió, évi 1 millió. Már ezt a számot, mert hogy ez egy régebbi cikk. Minimum évi 1 millió emberről számon beszél. Számon kérhetnénk a Fideszen azt is, hogy 89-ben mit mondott Orbán Viktor, csak nem lenne túl sok értelme. Amit még ehhez egyébként érdemes hozzáfűzni, hogy ugye nyilvánvaló egy olyan kommunikációs környezetet próbálnak létrehozni, hol ezt mondanak, hol azt mondanak. Vannak olyan politikusok, akik egyszer migránspártiak, aztán gyorsan, amikor eljön a választás ideje náluk, akkor hirtelen migráns ellenesek lesznek. Aztán, tehát megy egy ilyen nagy kavaráskeverés, nem csak a fenyegetőzés, nem csak a zsarolás, hanem a hazugság. Milyen zsarolás? Nem csak a fenyegetőzés, és nem csak a zsarolás az, amit használnak egyébként azokkal az országokkal, akik nem akarják azt, hogy Európa bevándorló párti legyen, de legalábbis azt nem szeretnék, hogy a saját országaik, a saját nemzetállamaik bevándorló országgá válnak, hanem a hazudozást is bevetik, tehát nem nagyon lehet nekik hinni. Milyen zsarolásról beszélünk? Hát az, hogyha az nem zsarolásként értelmezhető, ha nem engeditek be, akkor fizetni fogtok 78 milliót. Ez minek hívják? De erről semmilyen bizottsági hívják? Döntés nem hát született. Hát ugyanúgy nem született. Javaslatok ugyanúgy voltak, nincs, de nem szavazta meg senki. Nem tudjuk ezt Európai Uniós jogként sem értelmezni, többek közt a kötelező kvótát a 120 ezernek a szétosztására. Tehát szerintünk az sem született meg, mert nem születhetett meg. Tehát az én véleményem szerint ez semmis. Ez a döntés. Szél Bernadett közérdekű adatigénylésben kikérte ezt a bizonyos Soros tervet. Mit fog kapni? Hát én nem tudom, mit fog kapni Szél Bernadett. Hát ez mondjuk sokak kérdése, hogyha már erre alapoznak egy 7 milliárdos plusz 1 milliárdos kampányt. Hozzám nem fordult Szél Bernadett ilyen kéréssel, engem éppen feljelentett. Miért önnél van a páncéljában a Soros terv? Éppen feljelentett a miniszterelnök jelölt asszony, úgyhogy ő most már mindennel foglalkozik. Hát akihez fordult, talán a kormányhoz, kormányfőhöz. De fog kapni valamit? Hát hogyne, persze, természetesen. Hát a képviselő, hogyha kérdez, arra meg kell adni a választ. Tehát az egy kötött műfaj. Tehát ez nem úgy van. Mit szól a magyar kormány és a magyar kormányfő mindig tiszteletben tartotta a képviselőket. Az azonnali kérdések órájában, a kérdések órájában, az interpellációban, ahhoz, az írásos kérdésekre Jean-Claude Juncker, mindig megvan az a válasz. Az elnöke válaszolt Újhely István szocialista képviselő levelére, és azt mondta, hogy kiemelten kezeli a nemzeti konzultációt az Európai Bizottság. Na, örülünk neki. Na, mert hogy ugye az lenne jó egyébként a saját országaikban is megpróbálkoznának ebben. Az erről, érdekes része a kérdésnek az az, hogy Újhely István persze konkrétan... Persze, Luxemburgban mit mondhatnak, de azért Belgiumban, Párizsban... Újhely István rákérdezett konkrétan arra, hogy igaz-e, hogy a bizottság felső határ nélküli kötelező kvótamechanizmust akar a tagállamokra kényszeríteni. Igaz. Igaz-e, hogy... Hát nem önt kérdezte. Hogy igaz-e, hogy minden migráns 9 millió forintot kap majd fejenként, hogy minden évben 1 millió migráns befogadását akarják, és hogy az Európai Bevándorlási Ügynökséget szeretnék létrehozni. Igaz. Annyira jó, hogy tudja, válaszok, ezt Jean-Claude Junckertől kérdezték, és azt, hogy az Európai Bizottságnak van erről terve. Ha Juncker azt mondja, hogy nem, ez várjuk nincs napi meg, renden, mit mondjunk-e? Akkor spórolunk 1 milliárdot? Várjuk meg, mit mond Juncker, jó? Várjuk meg. De hát az előző nemzeti mondja, konzultációt is... Lehet, hogy ilyesmi volt Soros fejében, de egy, nincs az Európai Bizottság asztalán. Ami akkor egy fél évvel ezelőtt zajlott, a meg a 2015-öst is, sőt, még a népszavazást is fúrták-faragták. Próbálták hitelteleníteni, magyar emberek elég világos választ adtak mindegyiken. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit mondjuk el, de nekem sokkal fontosabb, hogy mit mondanak a magyar emberek.
Magyarán akkor teljesen mindegy, hogy mit mond Juncker és az Európai Bizottság. Hát, Ezt a kampányt folytatja a Fidesz. Ha ez az úriember, aki megkérdezte Junckert, ő szervez egy nemzeti konzultációt, és akkor ő úgy gondolja, hogy a nemzeti konzultáció helyett Junckerrel kell konzultálnia, akkor az legyen az ő lelkének a problémája. De az a helyzet, hogy mi nem úgy szerveztük a nemzeti konzultációt, hogy megkérdezzük Juncker véleményét. Fontos, nagyon fontos, hogy ő is mit gondol, de szerintem még fontosabb, hogy a magyar emberek mit gondolnak ezekről a Na kérdésekről. De, tehát, hogy ez egész nemzeti konzultáció arra épül, hogy az Európai Bizottságot vádolják azzal, hogy a Soros tervnek befekszik. Nem vádolunk senkit, nem. Ha ők ez azt nem, mondják, hogy ennek nincs realitása, de ez nem akkor vádolás, mi ellen nem vádolás. Tehát vannak, akik a bevándorlás mellett teszik le a voksot, vannak, akik a bevándorlás ellen teszik le a voksot. Akik a bevándorlás mellett, azok egy bizonyos tervet, egy bizonyos ügyet szeretnének szolgálni. Mi ezt úgy hívjuk, hogy Soros terv. Soros volt az, aki ezeket megfogalmazta, formába öntötte, átadta a bizottságnak, átadta Brüsszelnek, Brüsszel magáévá tette, ezt rá akarják a nyomni. A magáévá tette egyébként. Pontot nem tudja bizonyítani. De hát az a helyzet, hogy hát nézze, a minden, ami Brüsszelből érkezik ebben a kapcsolatban, az erről szól. Hát ugye tehát nézzük végig. Hol volt itt? 2015-ben arról szólt a fáma, hogy nincsenek. Hol volt itt adóemelésről szó? Lesz, hát ha rajtuk múlik, lesz. 2015-ben... De még a napirenden sincsen. Dehogy nincs, nagyon is napirenden van. Hol? Egy ilyen szociális, látott erről egy a szociális konkrét pillér, javaslatot? Igen, uh-huh. Így van, pontosan láttunk erről javaslatot. Az úgynevezett szociális pillér megalkotása, amiben belekapaszkodott ugye a Jobbik is, annak egy részében az ugyanerről szólt. Tehát hogy a béreket, az adókat, azokat Brüsszelben kell majd megmondani, hogy az egész Európai Unióban ki mennyit fog adózni. Ez a helyzet. Erre jött a az szociális a, erre jött, arra erre jött szól, az hogy az ötlet, egységesítsék a szociális színvonalat, a minőségi azt, oktatást, nem, a munkavállalói jogikat nem uniós szól szinten, de arról szó nem volt, hogy a menekültek miatt adót nem kéne erről emelni. Szól. Tehát semmi oktatás egységesítés nincs benne. Szerintem az a maszlag. Tehát a lényeg az, hogy azok, akik eddig helyzetben voltak, azok helyzetben maradhassanak. Ugye az Európai Unió, hogyha már ugye hallottuk előbb ezt a kétsebességes történetet is, azért az Európai Unió, amikor kezdett megerősödni, ne azt mondjuk, amikor kialakult, de a 90-es évek elején, amikor Európának a keleti fele padlón volt, és gyakorlatilag azt lehetett csinálni vele, amit akartak, akkor egyébként azokat a cégeket, amelyek ma nagy cégek, nagy erős cégek, azokat kitömték állami pénzekkel. Hát attól ez lettek hogyan erősek. Hogyan a menekültekhez és az adóemelés? Hát azért, mert itt gazdasági ügyekről is szó van. Tehát az előző konzultáción ott világossá tettük, hogy ezek a gazdasági kérdések, ezek szuverenitás kérdések is, és hogyha meg lehet tenni nyugaton azt. Egy konfliktusunk volt az Unióval, hogy a menedékkérelmeket de nem elbíráljuk. Tetszik amit mondok, de az nem a az volt, hogy nekünk tehát, ha meg lehet tenni, kötelezőket 20 éves befogadni, késéssel, csak vagy 20 el. Éves előnnyel meg lehet valamit tenni, akkor azoknak az országoknak, akik szeretnének felzárkozni, és van lehetőségük, akkor azoknak is meg kell engedni. Nálunk például tiltott állami támogatás címén már nem lehet támogatni a saját hazai vállalatokat. Magyarországnak van 3, talán 4 ilyen cége, beleértve ebbe a pénzpiaci céget is, amelyik még, egyébként még el tud érni nyugat-európai szintre. Mindebből hogy bizonyítja azt, hogy a menekültek miatt Magyarországra adóemelést kényszerítene az Európai azért, mert Bizottság valakiknek, vagy az valakiknek Unió. A cechet ki kell fizetni. Tehát az, amikor azt mondják, hogy 2 év alatt adjál 9 millió forintot oda, 9 millió forintnak megfelelő juttatást, tehát nem a pénzt. De ezt az Unió csoportosítja át, belső átcsoportosításokkal. Nem, hát világosan elmondta az Unió, hogy miből szeretnék ezt megvalósítani. Tehát ez napnál világosabb. Azokat a pénzügyi alapokat kell megcsapolni, amelyek most arra szolgálnak, hogy felzárkóztassák Kelet-Közép-Európát. Azokat onnan kell elvenni a pénzt. Vagy adót kell emelni, vagy hitelt kell felvenni. Hát a 27%-os áfa országában nagyon érdekes, hogy ennyire fél az adóemeléstől. A 27%-os áfa országában a 27%-os áfából jövő bevétel, az pontosan rendbe tette az államháztartást, és az a magyar emberek érdekeit szolgálta. És most ez a 27%-os áfa, ez teljes egészében megbomlott. Ugyanis arról... Ugyanis a magas olyan, áfa hogy szolgálta az emberek érdekét? Hát az a magyar államhoz megy be. Uh-huh. Igen? Oké. Okay. Valahogy a többi állam is működik, ahol nem ilyen magas az áfa. Igen, csak a többi államban nem úgy vették át az államháztartást, hogy volt egy rakás adósság, volt az önkormányzatoknak egy rakás adósságuk, volt a magánembereknek, a családoknak hét egy éve rakás van a kormányon. Hát ezért kellett, de most...
De most pont az történik, hogy a 27%-os áfát egy csomó helyen csökkentettük. Nagyon. 5%-ra csökkentettünk. Hát ugye az csomó igen, helyen. Igen, rengeteg helyen. Az áfa csökkentésnél egyébként óvatosnak kell lenni. Én azt gondolom, ez az áfa jó dolgokat szolgált. Azt mondta, hogy többek közt azt is szolgálta, hogy 467 ezer gyerek ebédelhet, reggelizhet. Azt mondta, hogy Navracsics Tibor rosszul látja a dolgokat. Ilyenkor ezt hogy van a Fideszben, nem. Hogy azért meghívják egy, hát ha nem is pacarra, de valami kímélőbbre, és akkor elmagyarázzák, hogy hogy kell jobban látni a dolgokat? Bármire meghívom Navracsics Tibort, és nem gondolom, hogy ő neki el kéne mondanom, hogy mit lásson. Azt kértem, hát hogy ha ő rosszul látja. Hát véleményem szerint Brüsszelből nem azt látni, mint amit innen. Tehát Brüsszelből nem azt látni, mint amit Mórahalmon láttak azok az egyszerű emberek, akiket legázoltak ezek a illegális bevándorlók 2015-ben. Vagy Brüsszelből nem biztos, hogy látták a keleti pályaudvart. Hát Brüsszelben lehet, hogy azért azt hallják, hogy Öcsényben hogy szúrták ki a gumikerekét azoknak, hogy nem értettek egyet. Öcsényben nem tudom, hogy mi történt. Dehogy nem tudja. Nem, dehogy. De miért tetszik ezt gondolni, hogy én tudnám, hogy úgy mi történt? Úgy felkorbácsálták az indulatokat, hogy aki semmiféle nem értett egyet azzal, hogy menekülteket ott elszállás olyan, aki szúrták a kerekét. Egyeztetni kell az emberekkel. Mielőtt egyébként az ő érdekeiket, vagy a vélt, vagy valós érdekeiket, vagy az ő világukat megsértik, vagy egyáltalán szeretnének beavatkozni. A véleménynyilvánításba? Nem egyeztettek ezekkel az emberekkel, ez a helyzet. A véleménynyilvánításba? És én még a provokációt se zárom ki egyébként. Azt tudom, azt mondom, sose zárjak ide. Nem, véleménynyilvánításba belefér a keréki szúrás? Nem. Tehát akkor ezt elítélik? Nem fér bele a kerékkiszúrás. Egyáltalán nem. Se pró, se kontra. Akkor se fér bele egyébként, hogyha ez a véleménynyilvánítás egy része, de akkor se fér bele, hogyha valakik azt akarták, hogy ilyen vélemény alakuljon ki Öcsényről. Köszönöm, és az Öcsényi hogy itt emberekről. Volt. Köszönöm. És én szeretném az Öcsényi embereket megvédeni. Hát, sőt, az egész országot, nem? Így van. Okay. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.